Tűnj el! Egy film, ami nagyjából a semmiből jött, de a kritikusok annyira az egekig magasztalták, hogy már annyira vártuk, mint egy falat kenyeret. És az az igazság, hogy ez a kenyér nagyon finom, puha és ropogós és félelmetes. Megvan, a sosem gondoltuk volna, hogy ez a srác még ilyen sokra viszi játékunk újabb nyertese, aki nem más, mint Jordan Peele, aki egyébként a Key & Peele duóból lehet ismerős. Ők azok például, akik legutóbb a teljesen őrült Keanu-ban akcióztak egy cuki macskáért. Kinéznéd ebből a srácból az eddigi szereplései alapján, hogy egy átgondolt, mesterien megírt, meglehetősen rémisztő horror filmet hoz össze egy szép napon? Na, nyilván nem hinnéd el, de megtörtént. És milyen jó, hogy megtörtént? A Tűnnyelt ő írta és rendezte, és rendezői bemutatkozásként nem csak hogy erős, hanem bivajerős, de annyira bivajerős, hogy arra nem lehetsz előre felkészülve. Kedves kis rasszista történet ez már, amennyiben egy rasszizmusra épülő horrort kedvesnek lehet nevezni. Na jó, semennyire sem kedves kis történet ez, amelyben a főhős Chris és barátnője Rose éppen a lány szüleihez készülnek, hogy megismerkedjen a fiú az állítólag egy csepet sem rasszista családdal, akik állítólag nagyon cukik, nagyon kedvesek, imádnivalóak, ölelgetni kell őket, mint a plüsmacikat. Chris azonban mégis picit fél attól, hogy az ősök nem nézik majd jó szemmel a bőrszínét. A lány szüleinél kiderül, hogy nem Chris az egyetlen néger srác a buliban, pedig jól tudjuk, hogy a bulikban mi a helyzet a néger srácokkal. Mit csinálsz itt? Hogy? Hát, én vagyok a buli egyetlen fekája. Öcsém! Anyád! Igen, tudom. Szívás! Figyelj, ne haragudj, testvér! Átadom a sört, oké? Okay? A család személyzete nagyjából olyan afroamerikai férfiakkal és nőkkel van tele, akiktől akkor is rettegsz, amikor csak mosolyognak. Itt vagy mindenki valami csúnya drogot szed, vagy megszállta valami démon, esetleg ezek kombinációja. Chris pedig szépen lassan rájön az igazságra, és ez az igazság az utóbbi évek egyik legjobb horrorát adja ki. Már ha nem az, minden vágyat, hogy egy ronda véglény ugorjon ki indokolatlan helyekről valami fülsüketítő zaj kíséretében másodpercenként 3-szor vagy 4-szer. Ez nem az a film. A Get Out elegáns horror, finoman nyomaszt, aztán komolyan rádijeszt, annyira, hogy a stáblista után még sokáig fogsz nézelődni a hátad mögé, hogy nem követ-e valaki. A filmben az a legjobb, hogy a régi vonalas horror vezetést választotta. Szépen, finoman adagolja a paranoiát, és ez arra jó, hogy mi is ugyanúgy süllyedjünk bele az egyre inkább kilátástalannak tűnő helyzetben, mint Chris. És süllyedünk is vele menthetetlenül. Olyan folytogató atmoszférát teremt lassú léptekkel a film, ami csak azt nem rántja magával, aki már a mozi előtt a trailereken elaludt. Szóval horror ez, méghozzá ijesztő fajta, de nem Peele-ről lenne szó, ha nem csempészne be ebbe az egészben némi humort. És ez a humor sokszor nagyon is jót tesz a filmnek. Feloldja egy kicsit a feszkót, és itt-ott kifejezetten nagyokat is lehet rajta röhögni. Ami egy rasszizmust a középpontjába állító filmnél eléggé nagy vállalás, bár mondjuk eddig is volt egy kedvenc rasszistánk, aki már évtizedek óta folyamatosan tudunk röhögni, úgyhogy nem lehetetlen. Tauhet, hozd fel a bassgitárodat a pincéből, és gyere át hozzánk! Mi? Nekem nincs is gitárom. Karom feketék vagytok, csak hagyott itt valamelyik tesod egy kedves bassgitárt! A Tűnnyel viszont nem válik sem bunkón, sem tércsapkodósan röhögősé. Nagyon jól lövi be az arányait, nagyon ügyesen bánik a saktáblájára felállított játékosaival is, lépésről lépésre bontja ki a történetet. Aztán a végén csak nézel ki a fejedből, hogy hova jutottál a kicsit idilli kezdés után. A Get Out ügyesen szórakozik az agyaddal. Semmilyen extra effekttel, szörnyel vagy egyéb CGI izével nem élt. Azzal dolgozik csak, amilyen van, remek színészeivel és remek sztoriával, amiben, ha belegondolsz, elég összetett kis történet ez. Eleve ott van benne a rasszizmus kérdésköre, ami felveti a felsőbbrendűség kérdéskörét, és ebből vezeti le Peele azt, hogy mire is vágynak tulajdonképpen a magukat felsőbbrendűnek gondoló emberek. Jobb, ha nem akarod tudni. De igazából jobb, ha akarod tudni és megnézed, mert bizony ez a film bőven az év egyik legkellemesebb meglepetése. Kb. A semmiből jött, és tényleg olyan, mint egy falat friss kenyér, egy olyan horror, ami képes egy ezerszer bemutatott problémakört új oldaláról megmutatni. Az ilyesmit pedig bekajáljuk bármikor. De az biztos, hogy utána nem megy el szívesen senki sem a barátja vagy a barátnője szüleihez bemutatkozni egy hétvégére. Vagy ha mégis, és elkezd kicsit fura lenni a helyzet, akkor tanulj minden idők egyik legkedveltebb rasszistájától is, mondd ezt! Na, köbbegyékök, én lelépnem!